Kedves nézőink, a következő stúdióbeszélgetést elsősorban devizahitellel rendelkező nézőink figyelmébe ajánljuk, de természetesen mások számára is tartalmazhat hasznos információkat. Köszöntöm a stúdióban Törteli Zoltánt, a Most Cselekvők Egyesületének elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elnök úr, miről szól az Egyesület? Milyen céllal jött létre? 4 éve alakultunk Székesfehérváron. A fő célunk érdekvédelem, érdekérvényesítés segítése volt, és az élet azt hozta, hogy ma a devizahitelekkel kapcsolatos ügyek megoldása foglalkoztatja az embereket, úgyhogy a munkánknak vagy a tevékenységünknek a nagy részét ezt tölti ki. Tehát most jelenleg a devizahitelesek fordulhatnak Önökhöz segítségért. Országos szervezet egyébként a Most Cselekvők? Nem fedjük le az egész országot, Dunántúl és Budapest az a terület, ahol tevékenykedünk, ahol itt vannak már ügyfeleink, és ebben az évben nyílott Pécsen, Dunajvárosban, Veszprémben és Budapesten irodánk, és most volt lehetőségünk egy kollega, egy ajkai kollega révén Ajkán is nyitni ügyfélszolgálatot. Tehát akkor megjelennek itt nálunk, Ajkán is. Mikortól lehet Önökhöz fordulni? A adásba kerülés hetén, csütörtökön lesz az első ügyfélfogadás napja. Erről majd gondolom lesz információ a városban, hogy a honlapunkon hogy lehet e-mailbe vagy telefonszámon időpontot kérni. Ugyanis maga a munka úgy zajlik, hogy kolléganőnktől időpontot kérnek az ügyfelek, és félórás időbeosztásba tudnak egymás után jönni irodánkba. A honlap címét mondjuk el azért, hogy tudják a nézők. Az egyesületünk nevéből fakadólag, ugye Most Cselekvők Egyesülete vagyunk, és a mostweb.hu az az oldal, ahol szakmai információk is, és az elérhetőségek is megtalálható. Ezt még azért el fogjuk majd mondani, gondolom, hogy nem mindenki tudta elsőre megjegyezni. Igen, köszönöm. Elnök úr, devizahitelesek fordulhatnak Önökhöz, azonban az egy tág kör. Kik azok, akik konkrétan megkeresedik Önöket, milyen feltételekkel? Ugye többnyire a jelzáloggal terhelt lakáshitelekről beszélünk, de nagyon nagy számban érinti az embereket az autóhitel, a szabad felhasználású hitel. Ugye nagyon sokan ezek mellé, a hitelek mellé kaptak vagy vettek föl személyi kölcsönt, bankkártyához hitelt, tehát van egy csomó olyan kisebb szerződés is, amit ugyanúgy át kell vizsgálnunk, mint egy jelzálog szerződést, de a legtöbb nehézség, vagy a családok legnagyobb nehézség az általában a jelzálog hitele terhelt lakásokon, ingatlanokon van. Mire számíthatnak, akik Önökhöz fordulnak? Miben tudják segíteni az ügyfeleket? Az első legfontosabb üzenetünk az, hogy el kell indulni otthonról. Az a tapasztalatunk, hogy azok az ügyfelek, akik kérnek akár tőlünk, akár más szervezetektől információt, tanácsot, segítséget, azoknak mindig jól alakul az ügyük, tehát történik valami, és a hiba az az, amikor az emberek otthon maradnak, és nem tesznek azért semmit, hogy megváltozzon az a helyzet, amiben vannak, azoknak nem tudunk segíteni, ők nem fognak tudni ebből a helyzetből jobban kijönni. Önök tanácsot adnak csak, vagy ügyintéznek is? Tehát átvesznek bizonyos ügyintézési feladatokat az ügyfelektől? Mind a kettő zajlik. Akinek csak információra, tanácsra van szüksége, mert meg tudja oldani maga az ügyet, annak tanácsot, információt adunk. De ez elég kevés van. Az esetek nagyobb hányadában azt szeretnék az ügyfelek, hogy nálunk legyen az ügy, és segítsük az egész megoldást. Itt azért hangsúlyoznunk kell, hogy az ügy továbbra is az ügyfélé marad, tehát nem tud teljes mértékben mentesülni a nehézségek vagy az ügy elintézésétől. Mi csak segíteni, támogatni tudjuk ebbe, az ügy ugyanúgy az övé marad, de az ügy végéig akkor kísérjük és támogatjuk. Kikkel állnak Önök kapcsolatba? Értem ez alatt azt, hogy ügyvédirodákkal, bankokkal, hogy épül fel a kapcsolatrendszer? Ugye van az a fajta szakmai háttér, ami a munkánkat segíti, hiszen sok esetben ellenérdekelt felek vagyunk a bankkal szemben. Ugye mondhatjuk, hogy a bank is munkatársunk, hiszen nélküle nem fognak az ügyek megoldódni, tehát velük kell együttműködni, vagy vitatkozni, vagy perre menni, vagy megalkudni. De a szakmai háttér az minden városban olyan ügyvéd, aki már jártas devizaszerződések feldolgozásában. Jó a kapcsolatunk a közjegyzőkkel, a végrehajtókkal, hiszen ők is szereplői az ügyeknek, tehát mindenféle hivatali kapcsolatunk megvan, és hát minden esetben ugye a munkajava az a bankban, bankkal együtt történik, hiszen nélkülük ez nem fog menni. Ahogy említettem, ők már 4 évvel ezelőtt alakultak, tehát nyilván van tapasztalatuk.
mik a tapasztalatok, mennyire sikeresek, mennyire tudnak eljárni, mondjuk itt a devizahitelesek ügyében, mennyi ügyet oldottak meg a sikerrel az ügyfél elégedettségére? A szlogenünk úgy hangzik, hogy vannak jól sikeresen elintézett ügyeink, és vannak a be nem fejezett ügyek. Tehát mi nem szoktuk azt mondani, hogy egy ügyet nem tudunk megoldani, vagy visszadunk. Többször előfordul az, hogy egy bizonyos ügyben kell várni mondjuk 3 hónapot, hogy valamilyen feltétel megváltozzon, vagy a jogi környezet megváltozzon. Tehát ugye egyébként is fontos elmondanunk, hogy ezek az ügyek nem fognak 2 hét alatt elintéződni, hanem ez egy fél éves, egy éves folyamat. Hivatali ügyintézés, hivatali levelezés, jogi kérdések, ha perre megyünk, akkor ugye ott a lemegy egy év alatt az első fok, de akkor, ha másodfokra megyünk, akkor ott még az időigényes. Tehát egy hosszú időtartamról beszélünk. Nehéz óvatosan a sikerről beszélni. 470 valány ügyet dolgoztunk föl, és abból 6 darab van, ami elment tőlünk, és mindegyik azért ment el, mert csütörtökön behozták hozzunk az ügyet, és hétfőn elégedetlen volt az ügyfél, hogy nem sikerült valami remek megoldást találnunk, úgyhogy emiatt mi nem voltunk szomorúak, mert hát akkor oldja meg ő, ha erre jobb lehetőséget talál. Úgyhogy azt hiszem, hogy a többi városban, Székesőrön kívül azért sikerült irodát nyitni, mert az emberek megbíznak bennünk, elfogadják, hogy következetes és normális az értékrendünk. Sajnos a piacon nagyon sok lelkes, segítő szakember és szervezet van, mi mindig azt javasoljuk, nagyon kritikusan nézzék meg, hogy kivel állnak szóba, milyen hátterük van, milyen szakembergárdájuk, mert ebben a mai világban sok érdekes dolog történhet velünk, ha rossz döntést hozunk meg. Tehát ha jól értem, akkor önök bizonyos mértékig átveszik az ügyfelektől az ügyintézés terhét is. Igen. Így van. Feltételezem, hogy önök nem non-profit szervezet. De igen, non-profit igen. Szervezet vagyunk. Tulajdonképpen az a regisztrációs díj, amit az ügyfél azért fizet, hogy az ügyét feldolgozzuk, ugye arra kell, hogy az infrastruktúra működjön. Telefonáljunk, nyomtassunk, levelezzünk, utazzunk. És amikor plusz költségek vannak, ugye mondjuk egy peres eljárásnál bírósági illetéket kell fizetni, ügyvédi díjat kell fizetni, az nyilván az államhoz megy, illetve az ügyvédnek a költsége. Tehát nem gazdasági orientáltságú a tevékenységünk. Azt pedig az ügyfélre szoktuk bízni, hogy amikor sikeresen véget ér az ügy, akkor ugye szokták kérdezni, hogy kell ezért fizetni, és akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy ezt én az ő belátásukra bízom, ha úgy ítéli meg, hogy jól dolgoztunk, sikeres volt, akkor fizessen valamennyit. És ritka ez manapság. Hát azt gondolom, hogy ez a magánéletünkkel függ össze. Ott is nagyon sok mindent meg kellene változtatni az értékrendünkbe, mert ma már látjuk tisztán, hogy nem az a boldogító és szép dolog, ami nagyon csillog, meg nagyon sokba kerül. Hát ugye egy picit elment ebbe a pénz központuság felé a világ, és szerencsére most már jön visszafelé, mert rájöttek az emberek, hogy egy emberi kapcsolat, vagy egy jó szakmai kapcsolat, ez sokkal többet érhet, mint valamennyi pénz. Ennek úr, nyilván az önökhöz fordulók azt szeretnék az ügyfelek, hogy megszűnjön a hitel, vagy jelentősen csökkenjen a törlesztő részlet. Mi az, amiben tudnak segíteni? Mi lehet a kimenet, a végeredmény? Igen, egy dolgot szeretnék az elején tisztázni. Nem emlékszem pontosan, hogy ezt a mondást hogyan mondják, hogy a lehetetlent azt délutára megoldjuk, a csodára ugye várni kell holnapig. Csodákra nem vagyunk sajnos képesek, tehát sajnos néha annak ennek kedvelnek, hogy én egy szókimondó ember vagyok, tehát én el szoktam mondani az ügyfélnek, hogy ne hagyja itt a problémáját, mert van nekem sajátom, ez az öné. Abban szívesen segítünk, hogy az megoldódjon, mert van néhány ügyfél, aki azt gondolja, hogy leteszi a problémát az asztalunkra, és ő vidáman távozhat. Hát sajnos nem tudjuk ezt megtenni, hiszen hát ez őről szól, de ez a legfontosabb, amit az előbb említettünk, hogy el kell indulni. Ha elindult az ügyfél, akkor általában menet közben is szokott maga az ügy és az ügy megoldása változni. Mert sokszor előfordul, és ezért nem tudunk azonnal
végleges választ adni. Előfordul, hogy elmegyünk perre a bankkal, és végre ettől a nyomástól jön rá a bank, 4 hónap múlva, jó lenne megegyezni. Valahol fordítva van, elkezdünk egyezkedni, és mivel nem állnak velünk szóba, ezért elmegyünk és bepereljük a bankot. Tehát igazán nincsen egy recept, mindig azt a taktikát kell megválasztanunk, ami az aktuális ügyben a legfontosabb. Elnök úr, mit vigyenek magukkal az ügyfelek, tehát milyen dokumentumokra van szükség, ha valaki önökhöz fordul? Nagyon köszönöm ezt a kérdést. Számtalanszor belefutunk ebbe, hogy meg szeretnénk támadni egy szerződést, de csak a szerződést nem hozta el az ügyfél, és akkor hát nehéz választ adni, hogy tudunk-e segíteni, vagy nem. Tehát a legfontosabb most 2 irat, ez az eredeti első szerződés, ami mögött, ha van közjegyző jogirat, akkor közjegyző jogirat. Ha volt időközben szerződés módosítás, akkor az, hiszen megváltozott az eredeti szerződés, és ez az elhíresült elszámolásnak nevezett több táblázatból álló levél, amit áprilisban, illetve most az OTP ügyfelei szeptemberben kapnak meg, és ezek azok a sarokszámok és jogi pontok a szerződésben, ami után mi dönthetünk, vagy tudunk dönteni, hogy merre tovább. Mondtuk ugye, hogy hamarosan nyílik az önök irodája itt Ajkán is, de hol? Ez még nem hangzott nagyon el. Nagyon fontos, egy nagyon nagy élményben volt részünk. A civil házban voltunk, mielőtt a felvételre eljöttünk önökhöz, és ott kaptunk egy irodát, úgy mint civilek, és nagyon jó hangulatú megállapodás és beszélgetés volt az igazgatóval, úgyhogy a civil házban leszünk minden csütörtökön, 15 órától 17-18 óráig, attól függ, hogy mennyi ügyfél lesz. És ezt majd publikáljuk többféle felületen is, hogy a kolléganő milyen telefonszámon elérhető, aki itt fog dolgozni. Mert ez fontos, hogy fél óránként tudnak jönni az ügyfelek. Fél óra kell ahhoz, hogy egy ügyféllel mindent megbeszéljünk. Tehát spontán az utcáról nehéz bejönni, mert ha nincs ügyfél, nem lesz ott a kollégánk. Ha pedig ügyfél van ott, abban az időpontban, akkor nem tud bejönni. Akkor meg azért. Tehát ez a félórás telefonon történő időpont foglalás, ez fontos lesz. És akkor még egyszer a honlapot legyen szíves elmondani, hogy hol találják meg önöket. Igen, www.mostweb.hu. Elnök úr, köszönjük szépen, és jó munkát kívánunk. Viszontlátásra.